gyertek, megmutatom nektek az új termet. Klasszikus balettképzés több mint 300 négyzetméteren. 140 növendékünk és 11 évfolyamban tanulunk. Benőttünk az operaházat, szükség volt térre. Az Eiffel Műhelyházban, a Magyar Nemzeti Balettintézet új termében és színében vagyunk. A mi színünk ez lila, világos lila, és ezt pont számunkra lett festve. Álom szép, szerintem gyönyörű, és annyira kis hangulatos, nagyon szeretjük itt lenni. Menő. Jó, hát. Elférünk benne, és amikor nincsen itt a másik csoport, akkor modern órán széthoztuk a függönyt, és az egész termet használtuk. Jó nagy volt a hely. A hatalmas, összpróbákra is alkalmas térben Radina Dace, az iskola művészeti vezetője, az első évfolyamos növendékek óráját tartja. Már megcsináltunk minden talajgyakorlatot, és azt, amit most láttunk, az egy ugrás gyakorlatfejlesztő módszer, amit azért alkalmazom, mert kisebb gyerekek jobban megérzik, hogy milyen erővel kell kirúgni magukat majd a levegőbe, amikor ugrálnak. Készen vagyunk? Akkor figyelj! 1, 2, 3! Az órát Spárga vizsga zárja, amire a növendékek otthon is szorgosan készülnek hétről hétre. Gyere, Kittikém, nézzünk meg, hogy néz ki a spárgád. Otthon olvasás közben szoktam nyújtani. Úgy szoktam, hogy 10 percet vagyok spárgában, utána őszünet, és utána megint. Na hát ez gyönyörű, nagyon ügyes vagy. Így van ez. Ez igazából 10 pontot ért. És a másik lábikot? Mert ugye nincsen balerina egy lábos, 2 lábunk van. Ez az. Itt meg benne van egy kicsit, jobban kell, jó? Következő hétre. Nagyon sok újat tanultunk, és nekem nagyon tetszik ez az év is. Melyik pozícióból kezdődik a rondezsán parter? Első. Első pozíciótól kezdődik, igen, első. Akkor kérem szépen, álljunk be az elsőben, ne fordítsd túl, Kitty, ez túl sok lesz. Nekem a kedvencem rondezsán parter. 1, 2, 3, 4. Amely azt jelenti lábkörzés a földön. Ez egy olyan gyakorlat, melyet a balettrúdnál végeznek a növendékek. Egyik lábukkal spiccelve egy szabályos félkört rajzolnak. Másik lábukat pedig egyetlen centire sem szabad felemelniük a földről. A rúdgyakorlatok a tökéletes klasszikus balettechnika elmélyítésére szolgálnak. Az Eiffel Műhelyházban minden terem felavatva, betáncolva. Így pedig egyre több helyszínen folyhat párhuzamosan a képzés. De ettől függetlenül meg az operaházban is kicsit maradtunk, ott is azért 20-30% növendék meg oda is jár, mindig felváltva vagyunk ki ott, ki itt, úgyhogy zajlik a munka. De még hogy? Szeptember óta a Magyar Nemzeti Balettintézet színpadra állította új beállókkal a jelenleg is futó Kisatyúk tava című előadást. De a növendékek az együttessel a Dubai Operaház színpadát is betáncolták, és most sincs megállás. Hamarosan jön Fekepár rendezésében az István a Király Junior, a Magyar Nemzeti Balettintézet és a Magyar Állami Operaház gyermekkara közreműködésével. November végén pedig elindulnak a világ legnépszerűbb karácsonyi balettjének előadásai is. Ránk vár egy gyönyörű szép diótörő időszak, nagyon sok előadással, 2,5 szereposztással, gyerekek nagyon-nagyon várnak. Egész első felvonásban szerepelünk, és precíz lány leszek. Lesznek új mások. Nagyon boldog vagyok, mert kiskorom óta a vágyam volt, Marika. Lesznek új misik. Én leszek Misi, Kitty lesz partikép és Egér is. A felkészülés pedig már javában zajlik. A kiskatonák épp a masírozást gyakorolják.
és a legnagyobb történés, ami igazából ennek a szezonnak az új premiérünk, ez a Kiskalóz. Arra már most készülünk, ez 2x30 perces előadás lesz, remélem, hogy nagyon tetszeni fog. Szeretek itt táncolni, meg nagyon jók a fellépések, meg hogy a felnőtt darabokból gyerek darabokat is csinálnak. Az Operaház produkciói mellett a növendékek rendszeresen részt vesznek nemzetközi versenyeken, melyeken már az előző években is kiváló eredményeket értek el. Én úgy látom, hogy oda vannak, nagyon jól dolgoznak. A mesterek nagyon kedvesek, és nagyon jól tanítanak. A növendékek érezhetően kötődnek a tánchoz, szerepeikhez, mestereikhez, egymáshoz és mindahhoz, amit a Magyar Nemzeti Balettintézet nyújt számukra. Jó a szemöldöködés. És hogy ki miért? A növendékek most önöket is beavatják. Nagyon szeretek föllépni. Szeretek jelmezbe lenni, táncolni, imádok. A mesternő azt szokta csinálni, hogy mindig, amikor föllépünk, beállunk egy körbe mindannyian, és akkor megfogja a kezünket, és így szerencsét ad nekünk. Szép mozdulatok vannak, ugrások. Szeretnék sokat fejlődni az évben. Így szeretnék maradni nagyon sokáig, amíg csak lehet. Szuperul csinálják, nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon szeretem őket. Nekem azt tetszik.